Oké, tehát hogyan szponzorálj online? Ugye említettem, hogy a második lépcső az online oktatás, ami előnye ennek a rendszernek, és én, mint egy abszolút tapasztalatlan üzletépítő, ugye elkezdtem foglalkozni ezzel az üzlettel, egy év után azt láttam, hogy hát valamit nagyon rosszul csinálok, mert állandóan csörög a telefonom, és ugye általában egy MLM üzletbe két dolog miatt csatlakoznak az emberek. Egyrészt szeretnének pénzt keresni, másik pedig szeretnének több szabadidőt. És ugye ez egy év után ezt nagyon nem értettem, hogy lesz ebből szabadidő. És nagyon tudatosan elkezdtem online szponzorálni, és mára elértem azt, hogy vannak olyan munkanapok, amikor nem csörög a telefonom. Képzeljétek el, tehát nem csörre meg a telefonom, mert sikerült azt elérnem, hogy az üzletünket azt abszolút mértékben online tudjuk menedzselni. Hogyan is működik az én megfogalmazásomban az online szponzorálás? Ugye az első nagyon lényeges dolog az, hogy be kell tanítanod a munkatársadat arra, hogy ő használja az internetet, tudatosan használja, és ami lényeges, hogy megtalálja ott azokat az információkat, amik számára szükségesek. Szóval a legegyszerűbben ugye úgy tudod megtenni, hogy indítasz vele egy Skype konzultációt, ő is ott van az internet előtt, te is ott vagy az internet előtt, és elmondod neki először azokat a menüpontokat, amiket te is használsz, és utána a napi munkádba, és elmondod neki azokat a menüpontokat, megmutatod neki azokat a menüpontokat, ahol megtalálhatja azokat az információkat, amire neki szüksége lehet. Tehát ugye nem tudom, hogy hányan használjátok, őszintén föl lehet tenni a kezet, például az intranet újdonságokba a keresés funkciót. Köszönöm, elég sokan használjátok, de ez nem magától értetődő, mint ahogy látszik, hogy a többség nem is használja. Tehát bármire szükséged van, ugye úgy működik az intranet, hogy ha fölteszünk valami hírt, vagy valami információt bármelyik menüpontba, azt fölteszik az újdonságokba is. Nagyon fontos, hogy viszont az újdonságokba ott a kereső az minden karaktert figyelembe vesz. Tehát, hogyha valamit nem találsz meg kis kezdőbetűvel, akkor nagy kezdőbetűvel is keresd, és figyelembe veszi a hosszú O, rövid O különbséget is. Tehát pontosan kell leírni, de meg lehet találni. És nyilván a töredék szóra is keres. És bármit meg lehet találni így az újdonságban. És hogyha ugye fönt van, hogy akkor került be a letöltések menüpontba, vagy a másik menüpontba, és pillanatok alatt bármit meg tudsz találni az internetbe. Tehát taníts meg a munkatársaidat, mert ezzel magát tudja képezni, önállóan tud információhoz jutni, és ő is tovább tudja adni, tud ez a dolog másolódni. A következő dolog, mely egy nagyon hasznos dolog, ez az intranet oktató hírlevél. Ugye lehet, hogy még emlékszel rá, hogy amikor becsatlakoztál ebbe az üzletbe, akkor és megkaptad az intranet hozzáférésedet, rögtön kezdtél el kapni automata oktató hírleveleket. Lehet, hogy akkor ezt nem tudtad, hogy ez automata, de ugye megvan előre írva egy oktató hírlevél sorozat, és te szépen rendszeresen heti egy alkalommal, nem tudom, két vagy három hónapon keresztül, vagy lehet, hogy még több, kaptad ezeket az oktató hírleveleket. Lehet, hogyha van aktív másik gyémánt vonalad, akkor tőle is kaptál ilyen hírleveleket, és hogyha te is gyémánt szintű üzletépítő leszel, akkor lehetőséged van igényelni tőlünk egy ilyen oktató hírlevél hozzáférést, és te is megírhatod a saját oktató hírleveledet. Tehát, hogyha esetleg erről nem tudtál el a lehetőségről, és gyémánt szintű üzletépítő vagy, akkor az a szponzorodnak a hibája. Ha én vagyok a szponzorod, akkor elnézést, de most ezért szóltam. Tehát van egy ilyen automata oktató hírlevél, és ezt tudod tőlem igényelni, illetve tudod a közvetlen gyémánt vezetőtől, aki tudja, hogy lehet ehhez hozzájutni, és ez azt jelenti, hogy az intranetbe rendelkezésre fog ráállni majd egy új link, amivel ugyanúgy, mint a hírlevél menedzsmentben már láttad, hírleveleket tudsz megfogalmazni, és ezeket a hírleveleket tudod ugyanúgy ütemezni, és szépen az alsó vonalaid, ezek a kollégáid szépen meg fogják kapni ezeket az oktató hírleveleket. Hogyha vezető vagy, mindenképpen javaslom, hogy használd ki ezt a lehetőséget, mert ezzel szintén a saját vezetőségedet, most hogy fogalmazzak, tudod építeni.
tehát a saját személyedet tudod építeni a saját hitelességedet a hálózat előtt, tehát mindenképpen érdemes kihasználni, és ez teljesen automatikusan működik, szépen, mert ugye, szépen végig tudja vezetni az új munkatársat teljesen automatikusan a rendszerbe. Tehát ez mindenképpen szintén nagyon hasznos tud lenni. Ugye erről már sokat beszéltem, a szponzorálásnak a leghatékonyabb módja, hogyha az új munkatársnak elmondod, hogy az online startképzést végezz el, és végezz el ezt az online üzletépítő szemináriumot is online, hiszen ez a kettő alap van, én úgy gondolom. Ez a két képzés, ez nagyon jó alap tud lenni, és ezen kívül pedig bátran szemezgethet a különböző tematikus képzésekből, ugye a különböző előadásokból az intranetben. Ugye, amire nagyon jó az intranet, azt tudod figyelni a munkatársaidnak az aktivitását, az online aktivitását. Ezt most már láthattad itt, hogy ez két módon működik. Egyrészt ugye a munkatársak menüpontba a nevük mellett, hogyha rákattintasz az aktivitás linkre, akkor látod azt, hogy az elmúlt 20 alkalommal mikor volt, tehát ez mindig a legutolsó 20 alkalmat mutatja, az elmúlt 20 alkalommal mikor volt benne az intranetbe, és mennyi időt töltött el. Ez mindenképp számodra egy jelzésértékű, hogy ő mennyire aktívan, mennyire komolyan gondolja ezt az üzletet. A másik dolog, amit tudsz használni, az az, hogy milyen videókat nézett meg, milyen oktatási anyagokat nézett meg, hiszen most már erre is ez is rendelkezésre áll, és ezt is tudod figyelni. Tehát nem árt, hogyha figyel az aktivitásodat, mert ugye, hogyha van egy kisebb, nagyobb hálózatod, és ugye azt gondolod, hogy ezzel már minden rendben van, de közben azok az illetők semmilyen aktivitást nem fejtenek ki, és mondjuk csak törzsvásárlók, akkor ez nagyon jó így, mert a törzsvásárlók nagyon fontosak, csak a te szempontból ennek az az üzenete, hogy hát igen, még szélesítened kell, és igenis új embereket kell behoznod, mert ebből a mennyiségből, ami jelen pillanatban rendelkezésre áll, ebből ki fog jönni egy stabil havi forgalom, de ennél több nem. Tehát mindenképpen egy jelzés érdeke. Ugye a te szempontodból, most itt üzleti szempontról beszélek, ugye nem a hálózatnak a mennyisége a meghatározó, hanem a hálózatnak a forgalma. Ugye, és a hálózat forgalmának is van egy olyan üzenete, hogy az most egy törzsvásárlói stabil forgalom, vagy éppen vannak benne üzletépítők, akik folyamatos növekedést tudnak generálni. A következő ugye statisztika, tehát ehhez kapcsolódik ugye az aktivitás, ugye a statisztikáról beszéltem, tehát meg tudod nézni a minden munkatársnak a statisztikáját, ugye? Hogy hány új üzletépítő van a csoportjában, tehát amikor rámész a munkatársnak az adatlapjára, akkor nagyon szépen megmutatja grafikonokkal, ha rámész az egére, akkor számszerűen, hogy az ő üzletében most éppen növekedés van, vagy éppen csökkenés van, vagy éppen stagnál az üzlete. Megmutatja azt, hogy az elmúlt 3-4 hónapban, fél évben milyen tendenciákat mutatott az, hogy az új belépők száma, a vásárlók aránya. Tehát ezeket a statisztikákat mindenképpen érdemes megnézni. Ugye, hogyha már magasabb szinten vagy az üzletben, akkor ugye van különböző képzéseink vannak, van ugye a gyémánt képző, ahol arról beszélünk, hogy hogyan tudod az intranet segítségével ugye monitorozni a csapatodat, és ugye én készítettem egy ilyen Excel táblát is, amivel ugye a gyémánt üzletedet tudod monitorozni, hogy hol jönnek majd fel alattad újabb gyémántok, ezt majd át fogjuk vinni hamarosan online-ra is. Tehát nagyon fontos, hogy figyeld a hálózatodnak a tendenciáit. Ugye az MLM-ben van egy olyan szabály, úgy hallottam, hogy ha a hálózatod nem növekszik, akkor csökken. Tehát ugye nincs stagnálás, nincs az MLM üzletbe. Tehát ugye növekedés kell generálni, és hogyha a hálózatod ugye nem növekszik, akkor két dolgot tehetsz te, mint személyesen. Ugye megnöveled a saját fogyasztásodat, tehát eddig 2x2 ganoderma kapszulát szedtél, akkor most már 4x4-et mondjuk, vagy ha eddig 2 kávét ittál, akkor 4-et. Vagy van egy másik mód, ami sokkal hatékonyabb, ugye, hogy új direkteket hozol be az üzletbe, és új embereket szponzorálsz. A következő, amiről szintén már szó volt, ez a heti jelentés. Tehát
itt szintén a saját vezetőiddel, a saját csapatoddal, tehát hogyha nekem valaki azt mondja, hogy ő nagyon komolyan gondolja ezt az üzletet, és komoly céljai vannak, akkor én mindenképpen javaslom neki azt, hogy akkor ő saját maga töltse ki a heti jelentést, mert ez, ahogy említettem, ez neki is egy tükör. Tehát én azt szeretném, hogy én kiussak Malajziába a versenykiírással, akkor hát tegyen már meg azt, hogy kitöltöm a heti jelentést. Nem nekem, mint szponzornak töltse ki magának, hogy lássa, hogy mit tett meg annak érdekébe. És az online szponzorációnak a szintén nagyon nagy jelentősége van a központi és csapat webkonferenciáknak. Én azt gondolom, hogy ez a terület, ahol még annak erre, hogy nálunk van egy komoly bejáratott rendszer, amiben óriási növekedési potenciál van. Ugye a hétfői nyilvános webkonferenciáknak ott van a szerepe, hogyha te nem egy konzervanyagot szeretnél valakinek elküldeni, és ugye abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nagyon komoly az összetartás a DXN-es vezetők között, tehát mindenki fölvállalta azt, hogy más vonalait is úgymond képez, más vonalainak is tart nyilvános bemutatót. Tehát érdemes ezekre a hétfői nyilvános bemutatókra oda terelni érdeklődőket, hiszen különböző nézőpontból ismerkedhetnek meg a DXN üzlettel, és érdemes neked is látogatni ezeket a hétfői nyilvános webkonferenciákat, hiszen nagyon sok ötletet tudsz tanulni, hogy mivel lehetne még színesíteni a te saját magad prezentációját. És ugye ezen kívül vannak ugye a csütörtöki munkatársi webkonferenciák, ami hogyha nem tudsz ott lenni, akkor le tudod tölteni az internetből. Nyilvánvalóan személyesen azért más ennek is a varázsa, én azt gondolom, élőben hallgatni. És a csapat, tehát a hálózat méretéhez képest ebben én azt gondolom, hogy még van mindenki részéről növekedési potenciál. Nyilvánvalóan az első dolog az, hogy te is ott legyél. Tehát, hogyha a te munkatársad azt látják, hogy te nem vagy ott, akkor ugye azt fog másolódni, hogy hát akkor erre nem kell elmenni. Nyilván ma érthető az, hogyha valaki munkahelyi elfoglaltsága vagy családi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni egy-egy alkalmon, akkor le tudja utána tölteni. De tudnotok kell, hogy ez a webkonferencia rendszer, ez a rendelkezésetekre áll. Tehát, hogyha már van egy kis csapatod, nincs nálunk ilyen jellegű elvárás, hogy csak Star Agent-től, vagy Rubitól, vagy Gyémántól. Tehát, hogyha neked van már egy csapatod, és jelzed, akkor neked is biztosítunk teljesen díjmentesen ilyen webkonferencia szobát. És én látom, hogy a komoly üzlettel rendelkezők, vezetők, akinek valóban növekedés van az üzletükben, azok mindegyike a saját csapatának külön tart webkonferenciát, sőt ez másolódik mélységben is, tehát mindenki arra ösztönző, hogy figyelj, fogd össze a csapatodat, és legalább heti egy alkalommal tartsál egy csoport találkozót online, mert ez nagyon költséghatékony tud lenni, és az emberek megszokják, hogy a hét minden napján abban az időpontban ott vannak. Jó, tehát jelezd bátran a szponzorodnak, az aktív felső vonaladnak, hogyha szeretnél ilyen webkonferencia szobát, vannak még szabad szobáink, vannak még szabad napjaink, sőt, webkonferencián keresztül képzéseket is tarthatsz. Engem is szoktak hívni gyakran vezetők, hogy tartsak az ő csoportuknak webkonferenciát, nagyon szívesen eleget teszek az ilyen felkéréseknek, tehát kezd el a csapatodat online építeni. Tehát azt gondolom, hogyha már van 10-15 aktív üzletépítőd, akit oda tudsz hozni egy ilyen webkonferenciára, akkor már értelme van ennek, hogy ez elinduljon. Mindenki úgy kezdte, tehát mindenki ilyen picibe kezdte, és most már tudom, hogy vannak olyan csapat webkonferenciák, ahol akár 100-an is vannak egy alkalmon, és ez nagyon jó, ez nagyon előre mutató, mert ez kell, hogy másolódjon. Tehát, hogyha mindig úgy működne ez a rendszer, hogy minden webkonferenciát én tartok, akkor az nem volna jó. Yeah. De most már az is előfordul, hogy nem a gyémántjaim tartják a csapat webkonferenciát, hanem az ő gyémántjaik, az ő vezetőiknek vannak mélységbe webkonferenciák, és ennek kell másolódni. Tehát ki kell használni, én azt gondolom, az internet összes előnyét arra, hiszen rengeteg pénzt és időt lehet megtakarítani, ugye utazási költséget nem kell utazni egy másik helyre,
Ugye mindenkinél otthon rendelkezésre áll az internet, és igazából egy minimális internetes sávszélességgel ez már működik. A webkonferencia rendszertől senkinek sem kell megijedni, mert ugye lefordítottuk magyar nyelvre, ezért a nemzetközi cég most már ugye magyarul is rendelkezésre tudja ezt bocsájtani. Tehát én azt gondolom, hogy kizárólag a szándék kell hozzá. És online üzletépítésben, online szponzorálásban a következő ilyen pont a Skype konzultáció. Én azt gondolom, hogy a Skype-nak is van egy ilyen veszélyforrása, mint a Facebooknak, hogyha megszokják az embereid azt, hogy online be vagy jelentkezve, akkor azt hiszik, hogy te szabad vagy. És akkor állandóan rádirogatnak, csetelnek, és akkor azt fogod észrevenni, hogy fél órája csetelsz valakivel, de igazából semmi információ tartalma nem volt a csetelésnek, csak mivel neki még lehet, hogy csak két Skype partnere van, és nagyon megörült, hogy te éppen aktív vagy, és zölden világítasz, és milyen jó dolog ez a dolog, akkor úgy jó veled beszélgetni. Tehát viszont maga a Skype az egy rendkívül hatékony dolog. Az én munkanapjaim azok úgy állnak, hogy előttem van a naptáram, és akkor be van írva, hogy 10 órakor ezzel skype-olok, 12-kor ebben skype-olok, 14-kor ezzel, így be van táblázva. Nem utazok, nem személyesen állok a dugóba, hanem otthon ülök kényelmesen, én atléta trikóban is, rövidnadrágban is, és skype-olok. Tehát használd ki a Skype konzultációnak a lehetőségét, mert abszolút mértékben tudunk működni. Én megtanítottam a vezetőimet, meg a partnereimet arra, hogy én akkor vagyok Skype-on, hogyha valakivel az le van egyeztetve. Tehát rám senki ne írjon rá, mert vonalba vagyok. Viszont bárkivel, hogyha megbeszéljük, hogy holnap 10 órakor, holnap 2 órakor, vagy bármilyen időpontban Skype-oljunk, akkor én biztos, hogy ott leszek, és akkor csak ő rá fogok figyelni. Jó, tehát ezt a rendszert, ezt te is iktasd be az életedbe, mert ugyanúgy mondom, mint a Facebook, a Skype is el tud vinni az irányba, hogy fönt vagy, 5 ablakba csetelsz, csak éppen semmi nem történik. A vezetőimmel, ugye ezt meséltem a startképzésen, ez ugye úgy működik, hogy a gyémánt vezetőimnek heti 2 órát, vagy havi 2 órát tudok biztosítani, tehát havonta maximum 2 óra áll rendelkezésre arra, hogy konzultáljunk Skype-on, hiszen hogyha mire ő elérte a gyémánt szintet, már nem tud mindent, akkor én nagyon rosszul dolgoztam. Tehát akkor ez nem jól csináltam valamit. Mire elérte a gyémánt szintet, neki mindent tudni kell, és havonta 2 órát, 2 órában konzultálunk és megbeszéljük a dolgokat, és ugye, hogyha valaki eléri a Crown Diamond szintet, azután nem akarok róla hallani. Üzletépítési szempontból, tehát ezt hangsúlyozom üzletépítési, hiszen ugye nyilvánvalóan ezek a vezetők mindannyian a barátaink, és bármikor nagyon szívesen találkozunk velük, sőt, sok időt töltünk együtt, de ott akkor nem az üzlet a lényeg. Az üzletet, tartsuk meg ezt a rendszert, ez egy üzleti vállalkozás. Ne hagyd azt, hogy a munkatársaid azok azt a szabadidőt vegyék el, amiért igazából ezt az MLM üzletet elkezdted. És nyilvánvalóan, aki pedig nem gyémánt, és én szponzorálom, ahol bármikor nagyon szívesen leülök Skype-on konzultálni, nincsen időbeli limit, ha van miről, és van értelme. De mielőtt bárkivel elkezdek Skype-on konzultálni, igenis megnézem a statisztikáit. Megnézem azt, hogy főleg, hogyha kezdő munkatárs, milyen aktív az intranetben, megnézem azt, hogy hány ember szponzorált, megnézem azt, hogy az oktatási anyagok közül most már ugye miket töltött le, és milyen a növekedése az üzletbe, és erről tudok vele beszélni, hogy mit kellene másképp csinálni. Oké, tehát nagyon fontos, hogy tudatosan építsd az üzletet is online, és ne úgy képzeld el ezt az egész online üzletépítési dolgot, hogy oké, van egy weboldalam, van egy intranet, ahol tényleg megtalálható minden, és akkor hátradőlök, és akkor ez működni fog. Ez egy ugyanolyan munkás üzlet, online is, mint offline, annyival egyszerűbb, hogy megvan rá az esély, hogyha teszel érte, hogy teljesen idegen emberek be foglak csatlakozni az üzletedbe, akikkel közösen föl tudsz építeni egy online üzletet, vagy egy offline üzletet is. Megvan benne az az előny, hogy nem kell olyan dolgokat csinálni, amit esetleg te egy hagyományos MLM üzletben nem szeretnél, de ugyanúgy dolgozni kell benne. Tehát
Nyilvánvalóan bárki rátalálhat a weboldaladra, az esély megvan rá, viszont sokkal hatékonyabban tud működni ez, hogyha teszel is érte. És az online eszközök segítségével pedig magát a munkatársi csapatodat tudod sokkal hatékonyabban támogatni.